Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, tagegyesületekből, bárhonnan, aki ma itt ebben a búcsúi szentmisében velünk ünnepel. Kicsi közös ajtónyitás az ég felé a mai nap, hiszen kettős ünnepünk is van. 35 éves ez a templom. S hálát adunk a két kedves nővérért, Sperler Annáért, Csilla Getelkáért, a két kedves testvérért. Az ő lelkük üdvösségéért ajánlom föl ezt a szentmisét, valamint azokért, akik hozzájárultak a templom építéséhez, hogy ez a csoda, ez a mű megvalósulhatott itt Kismányokon, hogy mi is ide hazajöhetünk székelyek ünnepelni közösségi édesanyánkhoz. Idehozom tagegyesületeinket, a székelységet, magyar hazánkat ebbe a szentmisében. Fogadj el tőlünk zarándoklásunkat, imádságunkat a szűzanya, s vigye kéréseinket ma mennyei atyánk elé. Így nyissuk ki a szívünket, így kérjük a Jóisten irgalmát önmagunkra, családjainkra, megholt szeretteinkre. Legyen ez a mise egy közös ajtónyitás az ég felé. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség
a magasságban, Istennek. Istenünk, te a boldogságos szűz Mária közben járására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonynak, spártfogónknak tisztelünk itt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendhessünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasnám Sirák fia könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, túls tüves terem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye. Gyertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel. Mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben, akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki reám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Amikor elérkezett az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonyul született. Alávette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, azaz Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Te Gábor angyol Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Drága testvéreim, amikor a mai kettős ünnepre készültem, előjött a jegyzeteim közül Márai Sándornak ez a pársora. Mára elűztem minden földi dalt, lelkem messze a magasba vágott, adok az Istennek egy szerenádot. Síme, a felhő kárpit kissé meghasadt, gyertyaláng libben a függöny alatt, hogy észrevette, s hogy jelt adott az Isten. Valahogy egy búcsú ünnep, egy szentmise, egy ilyen dolog, hogy az Isten házába, ami egy szent tér, megszólítjuk az imádság, az énekek hangján közösen a jó Istent. Egy szívvel mutatunk az ég felé, hogy észrevegyen bennünket, hogy jelt adjon, erőt adjon földi életünkhöz. Ilyen ajtónyitás a mai ünnep is. Mai ünnep mélyen magyarságunkhoz közeli. Hiszen Szent István óta Mária országaként büszkétkedhetünk a többi nép között, és a mai ünnep 1898-ra nyúlik vissza, amikor 13. Leó pápa a Magyar Millennium alkalmából Vaszari Kolos bíboros prímás érsek kérésére engedélyezte Magyarország részére, hogy ezt a felségcímet, a magyarok nagyasszonyát használja a magyar nép szűzanya megnevezésére. Használja a magyar nép,
hiszen a Szent Koronán is a kicsi Jézus az ország almát fogja, és a jogar látható a kezébe a szűzanya ölén, a magyar koronával. És milyen érdekes, Róma is észrevette a magyar népnek a szűzanyához való mély ragaszkodását. 1980-ban II. János Pál pápa a Szent Péter Bazilika altemplomába létesített egy kápolnát, melyet a magyarok nagyasszonyának szentelt. Milyen érdekes, Róma anyatemplomába ott van a magyarság, ott van a szűzanya. A mai ünnepnek mélye gyökere ez. De ma a szívembe hálát és köszönetet hoztam, nem csak a kismányokiak részéről, hiszen ma ünneplik ennek a templomnak felszentelésének 35. évfordulóját. Miért értékes ez a templom? Azért, testvérek, mert ez a semmiből épült. A kommunizmus kellős közepén, amikor az apáca rendeket, a szerzetes rendeket feloszlatták, menekülnie kellett Budapestről az anyaházukból, Majosra, Mucsvára, Kismányokra bujdostak el a Jézus szíve népleányok, a kedves testvérek. S ugyanúgy tartották fönn magukat, mint itt a székelyasszonyok. Jártak dolgozni, és ennek a két nővérnek a lelkiségéből, az Anna nővér és az Etelkái a kedves testvéreknek a lelkületéből, akarásából, a székelység szeretetéből épülhetett fel ez a templom. És akkor, amikor nem volt divat templomot építeni, ezek az apácák nem szaladtak haza, hogy vége van az életnek, mert elzavarták, mert nem működhettek, mert az államhatalmat zavarta az ő létük. Nem. Nekik mélyen Krisztus hordozó emberek voltak, nem futamodtak meg. Leéltek egy életet itt is Kismányokon a legszerényebb körülmények között. És nem a földi kincset gyűjtötték, hanem a mennyei kincseket. Hány fiatal tanult itt kántorkodni? Élt itt az ifjúsági élet, akkor is, ennek a két jó léleknek az életéből, lelkesedéséből, amikor ez egyáltalán nem volt divat, és félő dolog volt, hogy őket bántják. De nem ez vezérelte őket, hanem az a Krisztus iránti szeretet, amit a Jóisten az ő szívükbe oltott. Nézzétek, én 3-4 dolgot írtam föl magamnak. A templom, hogy számomra, Keresztes Andornak, mit jelent a templom? Én fölírtam, a templom egy iskola. Annak idején a hívő nép itt találkozott a templomba az evangéliummal, a katekizmussal, Jézus tanításával. Végigolvasták az esztendő során az evangéliumokat minden vasárnapi szentmiséken. Iskola, jó iskola volt a templom. A profán világból betértünk az Isten házába, ahol közösen minden vasárnap egy szívvel meg tudtuk szólítani az Istent. Figyeljünk a szentelt víz használatára is. Bejöttünk a templomba egy profán világból, azért, hogy az Isten házába találkozzunk a szenttel. Beletettük a kezünket a szentelt víztartóba, keresztet vetettünk. Miért is?
mert az Isten házába léptem be. Mit mondott a Jóisten Mózesnak az égő csipkebokorba, hogy ügyelj oda, vedd le a sarudat, szent ez a föld, ahova te lépsz. Az Isten háza, a templom, s a mi második otthonunk, a legjobb iskola az ember számára, ahol az emberi gőg, s a Jóisten alázata a tanítás által belekerül a lelkünkbe. És ez az iskola itt tovább folytatódik, hogy melyik győz. A templom számomra ezért iskola. Azért, mert az Isten háza, azért, mert itt az imádás, a dicsőítés és a szolgálatba minden keresztény részt vehet. Iskola, ahol tanulhatok. Jó lecke ám, testvérek, az evangélium. Ezért nehéz Krisztus tanítását követni, azért, mert olyan egyszerű. A szeretet törvényét nem tudom magyarázni. Ezt vagy megélem, vagy nem, vagy krisztusi leszek, vagy hátat fordítok. Jó iskola ez ám. Nem a világ tanít bennünket meg befele élni. Az örök értékeket nem a világ adja. A Krisztus iskolája, ahol ez a két apáca is tanult, s ahol az ő lelkiségükből templom lett. Nyilván az emberek segítségéből, áldozatából, de a munkának mindig lelke van, testvérek. Mert ha nincs, akkor dolgozunk, mint az állatok, de nem alkotunk. Ha nincs a munkában lélek, az néha tétlen tevékenység. De ha lélek van benne, akkor alkotunk, akkor túlmutat önmagán a faragások, az oltár, ez a kép időtlen. Mert lélek van bennük, mert áldozatból készült, mert a szív szándékából készült, csak ezért. A templomiskola, ahol tanulhatok. Második dolog, sajnos az életemben sok kereszthordozás volt, amit megköszönök, mert tanultam belőle, és nem esedett a lelkem, és megtudtam, mi az, hogy földi alázat. Ezért a második pontban a templom számomra mi lett? Kórház, ahol én gyógyulhatok. Hányszor sebeznek meg bennünket kin? A családba. Sokszor mennyiszer megtapasztaljuk, hogy ezer idegentől több megbecsülés szeretetet kapunk, mint otthon. Hányszor sérülünk barátságainkba, mert elárulnak bennünket. Hányszor törik meg a párkapcsolat, hűtlenség véget. Hányszor mennek tönkre emberi kapcsolataink azért, mert jön egy harmadik, azért, mert nem minket választottak, és mi lemaradunk, és sebzettségünkkel beledöglünk sokszor az életünkbe. És hova megy ilyenkor az ember? Haza. Haza. A kórházba. Az Isten házából gyógyulhatok. Mert nem mindenkinek lehet megosztani, ami bennünk van. Azt mondja a közmondás, ne vidd tálcán a szívedet, mert félő, hogy beledöfnek. Igen, a kórház, ahol gyógyulhatok. Emberileg olyan sok helyen kiborulunk. Munkahelyen, otthon, de mi nem borulunk ki a templomba? A templom csendjébe, hogy letérdelsz, és Uram, itt vagyok. Gyógyítsd meg a szívemet. A templom kórház, ahol gyógyulhatok. Egyébként a lelki irodalom ezt úgy nevezi, hogy önátadás. Nem csak a jót lehet az Isten elé letenni, a rosszat is bizony. Mert abból is tanulunk, és bölcsekké válunk egy kicsit. A harmadik dolog, amit én írtam a templomról,
a templom az oltár, ahol megtisztulhatok. Az öregek megértették a szent misének a lényegét, hogy miért szolgáltatunk misét, miért kérünk mi az egyháztól misét, hogy misézzenek apánkért, anyánkért, megholtakért, azért, mert bemutatják az én szívem szándékát az Isten oltára előtt. És ennek én meghozom az áldozatát. És látjátok, oltár, ahol megtisztulhatok. A zsidó templomokba illatáldozat volt mindig, és állatáldozat. És Jézus meghívott bennünket egy közös vacsorára. Azt mondta, hogy elmegyek helyet készíteni nektek, és ha elmentem, elkészítettem a helyet, visszajövök értetek, hogy elvigyelek oda, ahova majd én megyek. Igen, ezt nevezik halálnak. És azt mondja Jézus, hogy oda hát terítve vár bennünket egy közös asztal. Mondom, közös asztal, nem terítenek külön a duzzogóknak. Egy asztal van, és mi egy asztalnak vendégei vagyunk. És ehhez mindenki méltó, még az is, akit én nem gondolok annak. Mert a templom az oltár, ahol megtisztulhatok. És ez senkinek semmi köze. Az én áldozatom, s az én Isten kapcsolatomhoz. Ez annyira személyes dolog, hogy hányszor van az a kegyelmi pillanat, amikor egy misében, egy templomban, amikor le tudok ülni, ki tudom tárni a szívemet, jön egy olyan érzés, hogy Istenem, én Jónás nélkül megtisztultam. Elvette tőlem az Isten, amit én idehoztam és ajánltam. A templom oltár, ahol megtisztulhatok. Ne felejtsétek el. Ebbe a tiszta áldozatba részesülünk. Mindenki. Értetek és sokakért. Negyedik dolog, fölírtam magamnak, a templom otthon. Ahol én otthon lehetek. Nagyon sok földi ajtó becsapódik előttünk. Nagyon sokszor az ember, ha csalódik, kirekesztve érzi magát, akár egy közösségből, akár egy baráti kapcsolatból. Sokszor nem vagyunk otthon a világban. Vagyunk valahol, megyünk valahová, de nem érünk haza. Mit jelent testvérek otthon lenni? Számomra két dolgot. Meg kell érkezni haza. Az otthon az, ahol én békét lelek, otthon az, ahol engem várnak, otthon az számomra, ahol engem elfogadnak, annélkül, hogy emberileg elítéltek volna. Nagyon vigyázzatok, hogy az otthonotok szent legyen, hogy a gyerekeknek, unokáknak legyen hova hazamenni. Fontos a világba, mert a világ bennünket kifoszt, kihasznál, megyünk mindig valahova, érkezünk, de nem tudunk otthon lenni. Nem találjuk sokszor a léleknek a békéjét, mert beleesünk egy eseménybe, túl vagyunk rajta, egy másikba, és a lelkünk lemarad, nem éri utol a szívünket. A templom otthon, ahol otthon lehetek. Sok földi ajtó becsapódik előttünk. Tapasztaltátok. Ezt a fiatalok nyelvén úgy mondom pofára esés.
amikor egy illúzió összetörik bennünk, akkor mindig kijózanodunk. Akarunk otthon lenni a másik szívébe, a másik karjaiba, mert így vagyunk teremtve. Hiány lények vagyunk. Ez az ajtó soha nincs zárva a templom ajtó senki előtt. Ez az az ajtó az Isten házának az ajtaja, ahol én otthon lehetek. A polgári jogba is beleíródott, hogy a templomba benn nem lehet letartóztatni senkit. Miért? Mert semleges terület, mert az Isten háza, mert szent. Templomon kívül le lehet tartóztatni, benne a templomban nem. Ezt még a jog is elismeri. Otthon lenni a jó Istennél, otthon lenni egymás szívébe. Sokszor sérülünk itt is, testvérek. Nem találjuk az otthonunkat, nem találjuk az otthonunkat a másik szívébe. Egyszer egy nyári gyakorlaton eljött hozzám egy kispap gyakorlatra, és ott volt egy pár napig, és jól telt neki, jól érezte magát, és mondtam, hogy de fölszentelnek, gyere el új misézni is. És olyan érdekes volt ez a gyerek, rám nézett, hogy atya, az otthon nem az, ahol enni adnak. Nem csak az. Az otthon az, ahogy te fogadtál, ideadtad a kulcsot, hogyha végeztem, csapjam be az ajtót. Otthon lenni mások szívébe. Szekszárdon a Kolping iskolába tanítottam 5 évig főállásba. Volt egy gyerek, aki órán rendetlenkedett. Nem tudtam az órát megtartani. Akkor még nekem egy 4 ütemű trabantocskám volt, és már elegem volt a gyerekből. És mondom, figyelj ide, tartoztam a tanáriba osztálypénzzel, és mondom a gyereknek, hogy itt a trabant kulcs, menj le, nem felejtettem a pénztárcámat, vegyél ki, mit tudom én, 2500 forintot, vidd be a tanáriba, add oda. Gondoltam, hogy amíg ezt ő megteszi, én az órán el tudom mondani mindazt, amit én akartam. Neki is álltam, ez a gyerek elrendezte, amit kell, visszajött a terembe. Azért mondom el, mert tanulságos. Letette a trabant kulcsot a tanári asztalra, leült. Néma csöndbe. Én élveztem, mi kezdő tanítócska, hogy nagyszerű, hát én tudok órát tartani, mindenki rám figyel, hát duzzad majd a tudomány. És vége lett az órának, és odajött hozzám ez a fiatal kölyök, és azt mondta, hogy köszönöm. Bennem még az anyám se bízott meg ennyire. Soha nem volt ebben a fiatal emberrel, amíg elballagott, semmi probléma egy órán sem. Otthon lenni mások szívébe, otthonra találni másoknál, ezt jelenti. Nos, nem akarok visszaélni a türelmetekkel. Írt egy... Foglalkozok alkoholistákkal is Mária Gyüdön, és Szemere Attila írt egy verset a többi alkoholistához, ő már 34 éve nem ivott, és úgy gondolom a mai ünnepre ez az idézet zárszóként nagyon is idevág, hogy megköszönjük a 35 évet, megköszönjük egymást, megköszönjük azt, hogy mi ma itt így, ilyen formán ünnepelhettünk, hogy a Jóisten megengedte ezt az arándoklatot, eső nélkül megtettük ezt az utat. Szemere Attila így ír társaihoz. Ha bánatod van, gondolj ránk.
Ha szomorú vagy, szólj hozzánk. Ha segítség kell, nyújtsd bátran a kezed. Mi együtt szorítva segítünk neked. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a magyarok nagyasszonya ünnepén gyermeki bizalommal terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé. Áld meg, Urunk, Szent Atyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges tanítványai és nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj hazánk főpásztorainak, papjainak és szerzeteseinek testi, lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országába. Kérünk téged, hallgass meg minket! Alakítsd át szívünket, hogy boldog asszonyunk példája szerint mi is reád figyelő és akaratodat teljesítő keresztények legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd a magyar családokat, hogy Szent István, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet. Kérünk téged, hallgass meg minket! Ébreszt fel a magyar ifjúságban a keresztény hivatástudatot, hogy Mária országa útja a szentek földje legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket! Vezess elhunyt testvéreiket az égi hazába, hogy ott együtt örvendjenek nagyasszonyukkal és nemzetük szentjeivel. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk és Istenünk, első szent királyunk végakaratából, fiad édesanyját nagyasszonynak tiszteljük. Segíts, hogy pártfogásával családjainkban és hazánkban is megvalósítsuk szent fiad országát, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom s a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Gondviselő Istenünk, felajánljuk fölségednek Jézust, a szeplőtelen bárány, s arra kérünk, hogy a boldogságos szűzanya közben járására őseink hitében megerősödjünk, s mindnyájan az igazságba egységre jutva, ugyanezzel az üdvösséges eledellel táplálkozzunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te kedvel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepén, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk, mert ő foganta egyszülöttedet a Szent Lélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, imádják az uralkodó szellemek, s az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek az íg erői, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s alázatos megvallással zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
íme hitünk szent titka. Hálóban hirdetjük, Urunk, és hitte valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg megholt papjainkról, szüleinkről, nagyszüleinkről, elhunyt hozzátartozóinkról, mindazokról, akiket ma szíveinkbe eléd hoztuk. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Jó Istennek hálát adva, egy szívvel most így imádkozzunk. Amen.
megkérünk, Urunk, minden gonosztól, hadd kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötté. Mert hív az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Béke veled, béke veled, béke veled. Béke veled. Béke veled. Béke veled. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem. Krisztus teste és vére, hívom az örök életem.
Könyörögjünk, kérünk Istenünk, segítsen népedet a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak és pátrónánknak kegyes közben járása, hogy mi, akiket jó téteményekkel szüntelenül elhalmozott, minden veszélytől megszabaduljunk, s egyetértünk, legyünk az ő szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves jó hívek, most elvégezzük a Szűzanya felajánló imádságát, majd a Szentmise záró áldása után elénekeljük himnuszainkat, s utána együtt kivonulunk a székelyportára, ahol megemlékezünk a közös kiskegyeleti helyen, s koszorúzunk, s imádkozzunk megholt szeretteinkért. Jóisten áldása legyen velünk, legyen ezen a napon, ezen a búcsú ünnepen. A szervezők nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben a búcsúban segítségükre volt, aki egy kicsit is tett azért, hogy ez az ünnep, ma ez a találkozás széppé, jobbá legyen, a Jóisten áldja meg őt jó szándékaival. Most elvégezzük a Szűzanya felajánlást. Boldogságos Szűz Mária, égi édesanyánk, földi életutunkon szent palástoddal óvj meg minket minden lelki és testi veszedelemtől. Védelmezz és szeress minket, halálunk óráján pedig állj mellettünk.
áld meg otthonunkat, családunkat, közösségünket, kicsiny falunkat, szüleinket, testvéreinket, barátainkat és ellenségeinket. Téríts szent fiadhoz a bűnösöket, békítsd meg az ellenségeseket, vigasztald meg a szenvedőket és a bánkódókat, vedd oltalmadba az árvákat és az özvegyeket, gyógyítsd meg a betegeket, és vigasztald a haldoklókat. Áld meg hazánkat, adj népednek jobb jövőt, jólétet, békét és boldogságot. Szabadíts ki hatalmas közbenjárásoddal a tisztító tűzben szenvedő lelkeket. Engedd, hogy még sokszor megláthassuk angyali arcodat, s hódolhassunk szent fiadnak, az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Aki a boldogságos szűz, Mária anyasága által küldt el a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig s mindenütt a szűzanya segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök s a kegyelmi javak ajándékát. Amen. S a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak s a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, s maradjon veletek mindenkor. Amen. Szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek.